az orosz-ukrán háborúra hivatkozva tiltotta meg a kormány egy rendeletben az önkormányzatok számára, hogy önkormányzati cégek a jövőben követelés átruházást jelentő faktorálási szerződést kössenek. Ezzel tovább szűkül a települések mozgástere. Vendégünk Csőzik László. Ért polgármester, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több hírünk is van, kezdjük, akkor ezzel ez nagyon bonyolult, ahogy itt a kollégám az előbb felvezette. Elmagyarázza, hogy pontosan mi ez, és miért szűkül az önkormányzatok mozgástere? Nagyon bonyolult, valójában azért egyszerű, mert ezt úgy is titulálhatnánk, hogy a Lex BKK, tehát ez kimondottan a főváros ellen született egyedi döntés, nem annyira univerzális, őt érinti leginkább, hiszen észlelhették azt, hogy a Budapesti Közlekedési Központnak a finanszírozását egy ilyen követelés eladással, vásárlással, engedményezéssel oldották meg, nem nagyon külső szereplő két bank, két pénzintézet segítségével, az egyik az OTP, a másik a KNTH, az OTP-nél maga a bank, a KNTH-nál meg a Faktor cége volt az, aki beszállt 25 milliárd forinttal. Ez az a bizonyos 50 Ez egy likvid hitel valóságban, legalábbis én úgy értelmezem, és az átsegítette a BKK-t. Ez évek óta így van, akkor ez most megszűnt. És most ez úgy szűnt meg, ugye, hogy szeptember 10-én kedd este jött ki ez a rendelet, ugye a vészhelyzetre hivatkozva, óne parlament, meg semmi, és másnap reggel hatályba lépett, tehát kihúzták a szőnyeget a fővárosi önkormányzat alól. Nem most tudom, az ottani kollégák, akkor? Hogy én a Kisambrus főpolgármester helyettes úr nyilatkozatából tudok kiindulni, aki valami olyasmit mondott, hogy valahogy megoldják. Hát ez elég nehéz, ugye, hiszen a kormány minden egyes lehetőséget már elvett az önkormányzatok kezéből. Nem lehet hitelt fölvennünk csak úgy, csak bizonyos összeghatárig, kormányengedélye lehet, tehát a finanszírozás teljesen ellehetetlenült szinte, tehát ez egy megtorló akció, amit hát nem túl elegánsan, ahogy szokta a kormány ezt intézni, hajtott végre. Egy másik döntés is született nemrégiben, szintén az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, mégpedig az, hogy a NAV is behajthatja az önkormányzatokon az állami szolgáltatók felé fennálló tartozást. Ugye Lázár János beszélt, ezt a kettőt én összekötöttem, hát valószínűleg köze van az egyiknek a másikhoz arról, hogy az önkormányzatok a legnagyobb blitzelők rengetegen tartoznak a volánnak, 4,5 milliárddal összesen, ezeket be fogják hajtani és buszokat vesznek. Ért, hogy áll ezen a téren? Hát igen, például pont ma reggel fenyegettek meg, idézőjelben a volán részéről, azért mondom, hogy idézőjelben, mert nagyon jó az emberi szakmai kapcsolat természetesen ezen állami cég vezetőivel, csak hát jelezték finoman, hogyha nem fizetjük ki azt a tartozást, amit ők tartozásnak gondolnak záros határidőn belül, akkor kénytelenek, kötelesek lehívni, inkasszálni tőlünk. Tehát ez a szegény most ember, le is tudják. Az ág is húzza alapon, azért fájlan, hogy Lázár János hódmezővásárhely polgármestere volt, tehát kolléga volt, tehát tudhatná azt pontosan, hogy mennyire nehéz dolgunk van, nem úri huncutság, nem az úri jókedvünkben csináljuk azt, rákényszerít az élet gyakran, hogy ezeket a tartozásokat akkor tudjuk megfizetni, amikor éppen a pénzáramok, a likviditások jók. Mondjuk nyáron nincs pénzük az önkormányzatoknak. Aztán jönnek az iparűzési adó feltöltések most szeptember közepén, most valószínűleg ezt mi is abból ki tudjuk majd egyenlíteni. Ha még jönnek, az ha a másik témánk, majd arra is. Hát igen, de azért még mielőtt átkanyarodnak, mennyivel tartozik érd egyébként a volánnak? Hát 20 pár millió forint, ami látszólag nem sok a itteni összegekhez képest. Nekünk igen, tehát 80 000 ember, nagyváros, de az önkormányzat kicsi, a gazdaság kicsi, tehát ez szabad szemmel látott összeg. És ezt most inkasszálják a kormányzat? Remélem nem fogják. Hát. Na, több hír is megjelent, egyébként a Népszavában ugyanez az önkormányzatokkal kapcsolatban, és ez, amit említettünk a másik a HIPÁ-val, az iparüzési adóval kapcsolatban, mégpedig az, hogy már a szeptember végén kezdődő parlamenti ülésszakon megszületett az a döntés, ami elvenni az önkormányzatoktól a helyi iparüzési adót. Hát ez már nagyon itt van a kertek alatt, mit hallanak? Az összes közül, amiről eddig beszélgettünk, ez a legdurvább. Ez messze jelentőségében túlmutat az előző kettőn. Mert ugye ezzel kirántanák a magyar önkormányzatok arról a legfontosabb bevételi forrás. Tehát azt tudni kell minden kedves nézőnek, hogy a falvakban nem annyira, de 10 000 fős település fölött, tehát a városokban ez a legfontosabb. Tehát ahol a helyi iparűzési adó bevétel magas, főleg lakosságarányosan nagy, ott már tudnak fejleszteni, ott már tudnak saját beruházásokat végrehajtani, sportot finanszírozni, kultúrát létrehozni, etc. Hát mulatságokra, fesztiválozásokra, szavazatszerzésre költik, mondja ezt Lázár János, és hogy ezt itt rendet kell tenni, mert utána meg aztán kopogtatnak az államnál, hogy hát elfogyott a pénz, nem jól költik el. Egy mondattal tegyük már rendben, azt akartam mondani, hogy mondja ezt a miniszter úr egy 15 milliárdos augusztus 20-a
után. Tehát azért hol van ez ahhoz képest, ha mondjuk Érden csinálunk egy érdi fesztivált, teszem azt 25 millió forintból, tehát nyilvánvalóan a 4 milliárdos, tehát 4 milliárdos helyiparőzési adóbevételt ma az önkormányzatok a működésükre költik nagyon nagy részt. Iszonyúan pici maradt csak saját beruházása, mert annyira kizsigerelték ezt a szektort, hogy enélkül nem tudnánk működni. Tehát ha ezt kiveszik, ha ezt elveszik és nem pótolják, akkor vége, de ez most nem az a típusú vége, amit mindig mondunk, hogy olyan, nincs már hova hátrálni, tehát itt akkor tényleg megáll minden, ezért ezt így nem lehet végrehajtani. Ez mi az, hogy megáll minden? Hát tehát, hogy csődbe mennek az önkormányzatok? Hogy Érd mondjuk 20 milliárdból működik, 20 milliárdból, ebből 4 milliárd az iparűzési adóbevétel, tehát ha egy hirtelen ezt így kihúzzák, hát nem ez mind ott marad? Mert hogy van a szolidaritási hozzájárulás, a gazdagabb települések, abból fizetnek. A mi sarcunk például 300 millió. Korábban 110 volt, most 330, de mondjuk Fehérvártól, ha jótom, 6 milliárdot vesznek el. Minél nagyobb a város, annál többet. Na, de visszatérve, ha nincs hipa, akkor tényleg befellegzett az önkormányzatoknak. Most egyébként mire fordítja az iparüzési adót? Mi nekünk elmegy a működésre. Tehát mit tudom, az óvodákra, a kultúrházra, a sportlétesítményekre, a település üzemeltetésre. Azt kell tudni durván, nagyon-nagyon durván, hogy az önkormányzatok, amit költenek, annak kb. 60%-a átlagosan állam, feladatfinanszírozás, városokról beszélek, kb. 40% a helyi adóbevétel. A HIPA mellett még van az építményadó, ami jelentős, de iparűzési adó nélkül nem tudunk létezni. Az a hír járja egyébként, hogy a megyei önkormányzatokhoz fogják áttenni, ők fogják behajtani, és aztán szétosztják. Ahogy nem tudom, milyen alapon, ahogy szokták. Nem, az bemegy a központba. Itt az a különleges gazdasági övezetnél van, ahogy a Gödnél például. Tehát Gödnek a 6 milliárdja bemegy Pest megyéhez, és a Vármegyéház utcában elosztják mindenfelé. Jut fideszes kampányra, jut erre-arra, egy része visszamegy Gödre, ez nincs jól. El akarnak menni, ha jól tudom, egy ilyen feladatfinanszírozásos rendszer irányába, mondjuk a Csehország ilyen, ahol a helyi adók szerepe kevés, és az állam minden feladatra ad elegendő pénzt. Tehát ön, mint polgármester azt mondja, hogy Érden ennyi és ennyi és ennyi kell működésre, iskolákra és a többi és a többi, és akkor majd azt... Hát ha elveszik a mi 4 milliárdunkat, akkor kellene, hogy adjanak egyébként 5 és felett ahhoz, hogy ne érezzük ezt meg. Ez most egy nagyon bonyolult dolog, hogy miért nem 4-et mondok, mert van még egyéb hiány, meg ilyesmi működési támogatás, de nagyjából ki kell pótolni. Ha nem pótolják ki, akkor vége. Állítólag ki akarják pótolni, de a pótlásnak a mikéntje, hogyanja ismeretlen. Az egész úgy indult egyébként, hogy szeptember 2-a és 4-e között Visegrádon tartottak egy országos közigazgatási konferenciát a jegyzőknek, tehát nem a politikusoknak, nem a polgármestereknek, a jegyzőknek, és hát hazamentek a jegyzők, és ki elmesélte a polgármesterének, hogy mit hallott. Hát az önjegyzője mit mesél? Következő dolgokat. Új önkormányzati törvény lesz. Teljesen átszabják, ez jövőre fogják elfogadni. A jegyzők munkáltatói jogköreit át akarják tenni, a polgármester gyakorolja most a munkáltatói jogkört, a főispánhoz, a kormányhivatalhoz, és a helyi iparűzési adó bemenne a Vármegyéhez. Mi marad most akkor az önkormányzatnál? Tehát a jegyző hát sem? Ez egy nagyon jó kérdés, igazán most nem tetszett volna föltenni, akkor én mondtam volna, hogy innen már nincs nagyon tényleg miről beszélni, mert marad az, hogy a polgármester ünnepi beszédeket tart, gyászbeszédet, esket, stb. Tehát a reprezentatív jogkörök. Idáig nem szabad eljutni. Valamilyen változás biztos, hogy lesz. Hogy lehet megtorpedózni, hogy lehet elémeni? A Népszava megkérdezte három érintett tárcát, a pénzügyminiszter válaszolt nekik. Úgy válaszolt, hogy tulajdonképpen még nincs döntés, ez a vége annak a hosszú mondatnak, amit válaszba kaptak, de nem lesz ilyen, csak még nincs erről a döntés. Ugye kezdjük azzal, hogy ami miatt tartunk tőle, és van realitás, az, hogy minden héten kijön, vagy minden hónapban, hogy áll az államháztartás hiánya. Az augusztusi rekordokat döntögetett, 414 milliárd volt akkumulált, 2800 milliárd, ezt lehetetlen szinte lefinanszírozni, valahonnan megnézni. Ilyenkor mi van? Az ember körbe megy a lakásba és megnézi, hogy mi maradt az öltönyzsebben, mi van a malaszpersenyben, és hát az önkormányzatoknál még van egy kis pénz, akkor húzzuk meg. És akkor az iparűzési adóbevétel már régóta terítéke, ez egy hungarikum, ilyen csak Magyarországon van. Zárójel, nem nagyon szeretik a vállalkozók, mert ez valamennyit sújtja, hiszen hiszen az éves forgalmuk 2%-át kell befizetni. Máshol nincs ilyen Európában. Viszont az sincs, hogy az önkormányzatok kizárólag erre tudják alapozni a fejlesztéseiket, a sikereiket, az eredményeiket. Ha ettől megfosztják őket, akkor tényleg vége annak, hogy nem is autonómiát mondok, mondjuk szuverenitást. Az úgyis népszerű szó most. Tehát az önkormányzati szuverenitás
Csorbát szenved. Köszönöm. Nem szabad szépen, hagyni. Köszönöm szépen.